Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, a testvérgyülekezet küldöttségét, városi egyházi vezetőket Pál apostol szavaival, a Timóteushoz írt második levélből. Kegyelem, írgalom és békesség adassék az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. És a most tanult 801-es éneket mind a két verszakával énekeljük fennállva. Szívből köszönöm, Uram, az életet. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább a mi Istenünk magasztalását énekléssel. A 725-ös éneknek mind a három versét énekeljük el, és míg a 725-ös dicséretet énekeljük, kérem majd nagy tiszteletű Bende Tamás kálnoki lelkipásztort, hogy a szószékre lassacskán sétáljon fel, és az igehirdetés szolgálatával legyen közöttünk. Ő fog közöttünk majd igét hirdetni, szeretettel fogadjuk őt. A 725-ös éneket énekeljük végig, új szívet adj, Uram, én nekem. Yeah.
Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyénket elfoglalva, hallgassuk meg 139. Zsoltár első 18 versét. Olvasom Istennek igéjét, melyet hallgassunk meg figyelemmel. Isten mindenhol jelen van. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Mintha a föld mélyén képződtem volna, alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Szolgálatom és számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok, és a végén is csak nálad vagyok. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Erdélyi liturgia szerint gyertek, tegyünk vallást a mi bűneinkről, a szent és kegyelmes Isten színe előtt imádkozván mondjuk el a bűnvalló imánkat. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből,
romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól hozzánk: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyeinket elfoglalva, Isten igéjének hallgatására készülve, 714. számú ének első versét énekeljük. 714. számú ének első versszakát énekeljük, mely így kezdődik: te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. Testvérek, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk az Úr, írva található 139. Zsoltár 23. és 24. verseiben. Isten igéje a megnevezett helyen, 139. Zsoltár 23. és 24. verseiben miképpen szól hozzánk. Fölolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel fennállva. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Nézd meg,
nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Ez Isten ígéje. Kálnokról érkezettek nevében nagy szeretettel köszöntöm mezőtúri testvéreket. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk. Örülünk annak, hogy a mai napon, vasárnapon itt Isten házában találkozhatunk egymással. Pénteken útnak indultunk. Elindultunk mezőtúr fele. Elindultunk, hogy találkozzunk rég nem látott ismerősökkel. Elindultuk, hogy felkeressünk benneteket, hogy idézzük fel a régi szép emlékeket, amelyek ott élnek a szívekben, gondolatokban és lelkekben. Több száz kilométert tettünk meg, és aztán útközben volt egy határállomás, ahol be kellett mutatkoznunk, ahol megvizsgáltak bennünket, és aztán miután mindent rendben találtak, jó utat kívánva, folytathattuk a mi utunkat, és estére már itt is voltunk, megérkeztünk, örülhettünk egymásnak, hogy találkozhattunk. Kedves testvérek, egy rövid utazásra hívlak ma benneteket. Utazzatok velünk 15 perc, 20 perc erejéig. Utazzunk együtt azon az úton, amelyet Isten jelöl ki számunkra. És hallgassuk meg Istennek a kérdéseit, tanácsait. Halljuk meg ezen az utazáson az ő útmutatását. És próbáljuk meg magunkkal vinni otthonainkba. Közismert és általános hasonlat, emberi életünket nagyon sokszor az utazáshoz hasonlítjuk. Kinek megvan a maga útja? És ennek az útnak van egy megtett szakasza, és van egy hátralevő része. Mert hát az emberi utaknak, az emberi életünknek van egy kezdete, és van egy vége. A kezdet az legtöbbször örömmel tölt el bennünket, a vége pedig szomorú. Mert hát búcsúzni kell, el kell hagyjuk egymást, és általában szomorúsággal tölti el az életünket. Ezek az emberi utak nem egyformák. Van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb, van, akinek hosszabb, vagy talán rövidebb. És van, aki az élet útját nagyon könnyen végig tudja járni, más pedig a nehézségek alatt roskadozik, mert nem egyszerű az élet. És sokszor vissza szoktunk tekinteni a megtett utakra, és szoktuk mérlegelni, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mit hibáztunk el, mit tettünk helyesen. És hát akkor, amikor hibát találunk, megállunk a Jóisten előtt, és kérjük az ő segítségét, hogy tudjuk tovább folytatni a helyes utat. Életünk útjain
Nagyon sok olyan határállomás van, amelyek valami változást jelentenek. Amikor be kell lépjünk, nem csak egy új országba, egy más országba, amikor be kell lépjünk életünknek egy újabb helyzetébe, amely lehet, hogy nem is olyan egyszerű, és nem is olyan kellemes. Akkor, amikor határállomásról beszélünk, hát persze nekünk erdélyieknek, Kálnokról érkezőknek legelső dolog, ami eszünkbe jut, az a határállomás, amikor átutazva Erdélyt beléphettünk Magyarország területére. És hát mindenki tudja, hogy milyen ez a határátkelő. Vannak autósávok, aztán ott vannak a vámhivatalnak a kis bódéi, ott ülnek benne a vámhivatalnokok. Egy sorompó zárja el az utat. Az ember oda behajt, aztán a vámhivatalnok ellenőrzi az utazót, majd hogyha mindent rendben talál, felnyitja a sorompót, és lehet folytatni az utat. Ilyen határállomáson a vámosok három dolgot szoktak kérni az utazótól. Megkérdezik, hova megy, aztán elkérik a személy igazolványát, vagy az útlevelét. És legtöbb esetben megvizsgálják, hogy mi van az autó csomagtartójában, mi van a táskában. Valahogy így vagyunk mi is az emberi életünk útján. Hiszen nagyon sokszor megállít a Jóisten, és próbál megvizsgálni, és kérdéseket tesz fel számunkra, amelyre kell, hogy válaszoljunk. Nagyon sokszor meg kell állnunk mi is az Úr vámhivatalánál, és feleletet kell adnunk az Úr által feltett kérdésekre. Hova utazol? Hova mész? Ebben a rohanó világban, ebben a felgyorsult világban olyan sokszor megkérdezi a Jóisten tőlünk, hogy ember, hova sietsz? Miért rohansz? Miért hajtasz? Mert hát erről szól a mai világ, a mai anyagias világ, dolgozni, dolgozni, vagyont szerezni. És rohanunk és szaladunk, sokszor nincs időnk, hogy megálljunk, hogy egy picit lelkileg megnyugodjunk, megpihenjünk, vagy talán imára kulcsoljuk a kezünket és elmondjunk egy rövid imát. Sokszor úgy sietünk, hogy észre sem vesszük az idő múlását. Összefolynak a hetek, a hónapok, az évek. És egyre fáradtabbak leszünk, egyre kimerültebbek leszünk, egyre idegesebbek leszünk. Fogy az erőnk. Hova megyünk? Hova rohanunk? Van, aki örömben, van, aki gondokkal. És teljesen mindegy az, hogy fiatal vagy, vagy idős vagy. Teljesen mindegy az, hogy boldog vagy, vagy szomorú vagy. Egyszer majd a Jóisten előtt neked is meg kell állnod, és számodra is fel fogják tenni azt a kérdést, hogy merre tart az utad? És hogyha most a Jóisten feltenné neked ezt a kérdést, hogy merre tart a te utad, tudnánk-e válaszolni erre?
Hova akarsz eljutni? Hova akarsz megérkezni? Mi a végcélja a te utadnak? Tudod-e határozottan, hogy merre tartott te életed? Vagy pedig csak kínlódsz, sodródsz, hányódsz, valami bizonytalan, ködös, jövendő, és végül pedig a sír felé. Nálunk Székelyföldön csavargónak szokták nevezni azt az embert, aki úgy céltalanul megy, nem tudja, hogy hol fog kikötni, nem tudja, hogy mi a célja, a véletlenre, a sorsra bízza. És a csavargó ellentéte pedig a zarándok, aki viszont határozottan tudja, hogy hova szeretne eljutni. Határozottan tudja, hogy hova kell mennie. És én úgy gondolom, hogy a keresztény ember is egy ilyen zarándok kell legyen az élete útján. Tudni azt, hogy hova megyünk. Tudni azt, hogy mi állandóan az üdvösség, az örök élet felé menetelünk. És hogyha én ezt a dolgot biztosan tudom, akkor teljesen mindegy, hogy mi történik azon az úton. Teljesen mindegy, hogy öröm vagy bánat, akadály, vagy pedig könnyű. Mert tudom azt, hogy hol a cél. És minden erőmmel arra koncentrálok, hogy a cél fele haladjak. A jó Isten által megjelölt úton haladjak. Mert tudom, hogy hol a végcél. Kedves testvérek, majd, hogyha egyszer találkozunk ezzel a kérdéssel, hogy jó Isten felteszi, hova mész, merre utazol? Ne kerüljük ki a választ, hanem jusson eszünkbe a 139. Zsoltár. Hajtsuk meg fejünket, alázkodjunk meg Istenünk elét, és szóljunk, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg a szívemet, és vezess az örökké valóság útján. A második kérdés így hangzik, kérem az igazolványát, kérem az útlevelét. Kedves testvérek, hogyha a jó Isten most elkérné tőlünk az igazolványunkat, amivel igazolni tudjuk azt, hogy mi igenis református, hívő emberek vagyunk. Mit tudnánk felmutatni ennek érdekében? Talán elővennénk a keresztelési bizonyítványunkat és felmutatnánk. Vagy megkeresnénk azt a szép kis oklevelet, melyet konfirmáláskor kaptunk, és felmutatnánk, hogy íme, meg vagyok keresztelve, meg vagyok konfirmálva. Vagy elő tudnánk venni azt a nyugtát, amelyet a lelkészi hivatalban kaptunk, hogy kifizettük az egyház fenntartói járulékot, és igazolnánk azzal, hogy igen, én jó református vagyok, mert eleget teszek a kötelességemnek. Vagy talán lenne egy olyan Bibliánk, amelyet meg tudnánk mutatni, hogy minden nap olvassuk. Vagy talán lenne egy olyan imádságos könyvünk, amely már el van kopva, mert annyit forgattuk, és annyit olvastuk, és annyit imádkoztunk. És talán még olyan is lenne, aki az erkölcsi bizonyítványát elővenné, és azt mondaná, hogy én egy becsületes ember vagyok. Nem hazudok, nem lopok, nem gonoszkodok. Én egy jó református vagyok. És akkor, hogyha mindezeket elő tudnánk venni,
A Jóisten azt mondaná, hogy ezek mind szép és jó dolgok, hasznosak és kell is. De ez nem elég. Én kérem azt az útlevelet, azt az igazolványt, amivel be tudom engedni önt az általam előkészített országba, a mennyek országába, az örök életbe. Vajon mi lehet ez az igazolvány, ez az útlevél? Ezt nálunk úgy szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus. Azt szoktuk mondani, hogy a hit. Az a hit, amellyel el tudom fogadni Jézus Krisztust, mint Isten fiát, aki az én Uram, az én megváltóm és üdvözítőm. Az egyetlen útlevél, amely Isten országába vezet, az a hitünk. Ahogy Jézus mondotta, bizony-bizony, mondom néktek, aki hallja az én szómat, és hisz annak, aki engem elbocsátott, na annak van örök élete. Tehát nem akármilyen hitről van itt szó, hanem egy nagyon komoly, egy nagyon erős hitről, amelyik el tudja Istentől fogadni, hogy ő ajándékozta a megváltót, Jézus Krisztust. Egy olyan hitről van szó, amely el tudja fogadni és el tudja hinni a bűnbocsánatot és az örök életet. Egy olyan hitről van szó, amely meg tudja érezni Istennek a nagy szeretetét, amelyet értem és értet hozott. Meg tudja ismerni az ő szeretetén keresztül Krisztust, Krisztus áldozatát, aki által bebocsátást nyerünk az örökké valóságba. Hadd tudjuk a zsoltárossal mi is ezt mondani és imádkozni, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg az én szívemet. Nézd meg, ott van-e benne a Jézus Krisztusban való hit, igaz hit. Pénteken, amikor átléptünk a határon, kivételesen nagyon könnyen átjutottunk, nem kérték, hogy nyissuk fel a csomagtartót, nem nézték meg a csomagjainkat. De én úgy gondolom, hogy a Jóisten ma, ha megkérdezi tőlünk azt, hogy mit viszünk magunkkal az életünk útján, mi van a te életedben, az én életemben, amelyet viszek nap mint nap, találnánk-e ott vajon fölösleges dolgokat? Milyen jó lenne, hogyha csak úgy önmagunktól meg tudnánk életünket nyitani a Jóisten előtt, és betekintést hagyni, hogy nézzen be oda. Vajon nem-e mondaná azt, hogy miért viszel ennyi fölösleges dolgot magaddal? Miért cipelsz olyan dolgokat a te életedben, a te utadon, amelyek megnehezítik az életedet, amelyek nehézé teszik, hogy tovább tudjál haladni? Mit akarsz azzal a sok fölösleges dologgal? Miért viszed magaddal az éveknek a fájdalmait, szomorú emlékeit, csalódásait? Azért, hogy azt a kevés örömedet, ami van, még azt is elvegyék? Miért van szükséged neked mindenre, hogy vigyed tovább,
cipeljed. Kedves testvérek, tudjátok, az élet egyik legnagyobb művészete letenni a fölösleges dolgokat, otthagyni, Isten előtt hagyni. És milyen jó lenne, hogyha ma sokan sok fölösleges terhet, nehézséget itt tudnánk hagyni, és nélkülük tudnánk kilépni a templomból, és úgy folytatni a további életutat. Mert hát a teher az sokszor összeroskasztja az embert. És meg vagyok győződve, hogy ti is ismertek nagyon sok olyan példát, amikor az élet terhe alatt összeroppant az emberi lélek. Isten azt akarja, ne vigyük magunkkal a múlt terheit, mert az előttünk álló úton biztos, hogy lesznek még más nehézségek, más akadályok, más terhek, és akkor mindent együtt kell vinni. Tegyük le azt, amit le tudunk tenni, hagyjuk ott ő előtte. Szabad letenni, és kell letenni ilyen terheket. Maga Jézus mondotta, ne aggodalmaskodjatok, jól tudja ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. Minden javunkra van, és javára van annak, akik őt szeretik. Ne rejtsük el az Úr elől a mi életünket. Hagyjuk, hogy vizsgálja meg. Ne rejtsük el a mi dolgainkat, hanem hagyjuk, hogy válasszon onnan, mit lehet letenni, és mit kell magunkkal vinni. Vegye el tőlünk, szabadítson meg azoktól a kis ördögöktől, kis dolgoktól, amelyek talán ott lapulnak az életünk alján, a csomagok alatt. Szabadítson meg ezektől, hogy könnyebb legyen az útnak a tovább folytatása. Mi emberek egymással szemben ezt nem tudjuk megtenni, csak Isten tudja. És ezért kell hagyjuk, ezért kell megnyissuk a mi életünket Isten előtt, hogy lásson oda be, hogy vizsgáljon meg. Mindenki maga kell Istennek felkínálja az ő életét. És ő maga kell feleljen ezekre a kérdésekre. Hova mész? Mivel tudod igazolni magad? És mit viszel magaddal? Egy dolog biztos, a mi életünk csak úgy tud változni, és úgy tud örömteljes lenni, hogyha sok mindent le tudunk tenni, és úgy tudunk tovább haladni életünk útján. Ha tudjuk, mi a cél, ha tudjuk, hogy hova szeretnénk megérkezni, és odaérhetünk, ott lesz öröm és boldogság. Hát így volt a mi kis utazásunk is. Pénteken elindultunk, tudtuk, hogy hova megyünk. Nem találtak hibát a határon, tovább engedtek. És megérkeztünk a célba, ideértünk Mezőtúrra, ahol volt boldog találkozás, volt örömteljes beszélgetés, voltak baráti kézfogások, baráti ölelések. Tudtunk örvendezni. És itt ér vége a mi kis utazásunknak, közös utazásunknak. Mi majd ebéd után újból útra kelünk, tudjuk az úti célt, és megyünk, haladunk a cél fele.
Kívánjuk nektek is ezt, hogy a ti utazásotok is, az élet utazása egy ilyen út legyen, ahol tudjátok a célt, tudjátok azt, hogy hova szeretnétek elérni. És higgyetek Istenben, higgyétek el, hogy Isten vezet bennünket, és hogyha ő velünk van, biztos célba érünk. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei jó atyánk, hálát adunk a te igét tanításáért. Köszönjük, hogy egy picit együtt utazhattunk. Megállhattunk a mennyei vámhivatal előtt. Igazolhattuk magunkat, és megnézhettük azt, hogy hova megyünk és mit viszünk magunkkal. Fogadd el, Istenünk, hálánkat azért, hogy mi, amikor megállunk te előtted, akkor hitünk által el tudjuk fogadni Krisztust. El tudjuk fogadni azt, hogy te számunkra ajándékoztad a megváltót, az üdvözítőt. Köszönjük az újabb és újabb élet lehetőségeket. Köszönjük a te vigasztaló áldásodat. Köszönjük a sötétséget megszüntető világosságot. Segíts Istenünk, hogy mi veled maradhassunk az életünk útján. Te benned bízhassunk, senki és semmi el ne téríthessen mellőled. Imádkozunk, légy közel a szenvedőkhöz. Lelked által gyógyíts meg ma is minden betegséget és erőtelenséget. Vezesd magadhoz a téged nem ismerőket és megtagadókat. Imádkozunk családunkért, gyülekezetünkért, Anyaszent Egyházért, egész teremtett világért. Adj békességet, Istenünk! Adj békességet a szívünkbe, a világunkba, hogy a te szereteted és békességet tölthessen be mindeneket. Kérünk, hogy igéd üzenetét tudjuk magunkkal vinni otthonainkba, munkahelyeinkre, mindennapjainkba. Könyörgünk, ne engedd, hogy tőled elszakadjunk. Segíts bennünket, hogy kezedbe fogózva járhassunk az igazság, a békesség, a szeretet útján. A te megváltó ígéretedben bízva kérünk Istenünk, hogy őrizd életünket, vezesd útjainkat, lépteinket. Imádkozunk szeretteinkért, családtagjainkért. Imádkozunk-e gyülekezet lelki pásztoraiért és családjaiért. Imádkozunk gyülekezet elöljáróiért, vezetőiért. Te áld meg mindannyiuk életét. Adj erőt Istenünk, hogy mindannyian tudjunk eljutni a célba. Abba a célba, amelyet te mutatsz számunkra. Szent fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg imánkat, most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hálás szívvel köszönöm meg mindannyiunk nevében nagy tiszteletű Bende Tamás lelkipásztornak az igehirdetés szolgálatát. Köszönjük, hogy érthetően, tisztán, világosan fogalmazta meg az evangélium lényegét, hogy a mi életutunkon Jézus Krisztus által juthatunk a végső célba, az örök életbe, a mennyországba. És ha már utazások, akkor nem csak ő neki köszönöm meg, hanem az egész testvérgyülekezeti delegációnak, Kálnokról, hogy ilyen hosszú utat megtettek, több mint 600 kilométert Erdélyből, Sepsi-Szentgyörgy mellől érkeztek közénk, és még egy ilyen hosszú út vár rájuk a mai napon is, hogy visszatérjenek otthonaikba és munkájukhoz. És annyit hagyd mondjak el, hogy ezt az első ilyen utazást, ezt a hosszú utat én 20 évvel ezelőtt tettem meg, éppen 2004-ben avatták ott Kálnokon a parókiát és az új parókiát, és annak az avató ünnepségén részt vehettem. Az akkori városi előjárók voltak azok, akik maguk mellé vettek és elvittek, és onnan datálódik, oda számítható vissza. Nem a testvértelepülési, az még régebbre, de a gyülekezetek közötti még erősebb kapcsolat. És olyan jó az, amikor egymással találkozunk, és ugyanott tudjuk folytatni a mondatokat, ahol egy ideje már abba hagytuk, és jó látni mindig az ismerős arcokat itt közöttünk. És nagy tiszteletű úrhoz hasonlóképpen, majd 2 évtizede jutottam ki, akkor ő még csomakőrösi lelkipásztor volt, és a mi ismerettségünk pedig akkorra datálódik, és nagyon nagy örömmel mentem akkor, és nagyon nagy örömmel fogadtak ők is akkor, úgy, ahogy a kálnokiak, ugyanúgy a csomakőrösi testvérek, és mi is ugyanezzel a szeretettel látjuk őket itt most a mi gyülekezetünkben, és hát erősítsük a gyülekezeteink közötti kapcsolatot továbbra is. Én most szeretném felkérni köszöntésképpen Szűcs Dániel polgármester urat, hiszen Kálnok Mezőtúr város testvér települése, így Mezőtúr város nevébe kérem, hogy köszöntse a megjelent testvér gyülekezeti tagokat, testvér települési tagokat. Áldás békesség, tisztelt lelkész elnök úr, tisztelt lelkipásztor úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy a mai napon szólhatok itt a gyönyörű református nagy templomunkban. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel és nagy szeretettel köszöntsem testvértelepülésünkről, Kálnokról érkezett vendégeinket. Nagyon örülünk, hogy itt vannak közöttünk. Mindig örömmel megyünk mi is Erdélybe. A polgármester asszonytól rendszeresen hallom, szinte hétről hétre, érkezette valamilyen levél onnan. Én akkor pontosan tudom a kérdés lényegét, hogy honnan várjuk a levelet, honnan várjuk a kérdéseket, érdeklődéseket, amelyek napi szinten jelen vannak életünkben, hiszen immáron több mint 30 esztendeje, hogy testvértelepülési kapcsolat létesült Mezőtúr, Sepsi-Köröspatak, Kálnok-Árkos települések között. Immáron több évtizedes az a barátság, ami akkor kialakult. Talán akik létrehozták ezt a kapcsolatot, ezt a hidat, akkor még nem is tudhatták, hogy mi fog ebből kialakulni. Hiszen nem csak testvértelepülési kapcsolatról beszélünk. Én azt tapasztalom hosszú-hosszú évek óta, ez jóval több, mint egy dokumentum, ez jóval több, mint egy szerződés. Itt olyan barátságok, családi kapcsolatok alakultak ki, amelyeket nem csak akkor idézi fel az ember, amikor találkozunk egymással, legfőképpen általában a nyári időszakban, amikor egymáshoz látogathatunk, hanem napi szinten jelen vannak baráti beszélgetések, baráti kapcsolatok, legyen az telefonon keresztüli,
vagy a közösségi háló idejében és világában, azt kihasználva osztunk meg egymással képeket, gondolatokat, köszöntéseket. Ezek a barátságok olyan mélyre menőek, amelyeket én azt gondolom, hogy annó, amikor a szerződésben leírták az akkori településvezetők, tényleg azt gondolom, nem gondolták, hogy ez ilyen mélyreható és ilyen lelkileg is mély tartalmakat fog tartogatni. Ezért is különösen örülök, hogy a kálnoki barátok, a kálnoki emberek itt vannak most közöttünk Mezőtúron, és bármikor, amikor kint járunk Erdélyben, akkor mindig nagyon nagy örömmel megyünk, és még nagyobb lelki feltöltődéssel indulunk mi is haza. Legyen ez Sepsikörös-patak, Kálnok, legyen ez Árkos településünk, vagy éppen a felvidéki Sárosfa, a vajdasági Törökbecse. Ugyan valóban húztak egy határt annó egy asztal mellett, azonban mi azt gondolom, a mindennapjainkat úgy éljük, hogy ezek a határok szerződésekben léteznek. Mégis 15 millió magyarban gondolkozunk, 15 millió magyarért igyekszünk dolgozni, és 15 millió magyarért gondolkodunk a mindennapokban. Ezért is tartom rendkívül fontosnak azt, hogy amit elődeink szerződésbe iktattak, sok-sok évig tettek érte, hogy ezek a testvértelepülési kapcsolatok erősödjenek, ezért tegyünk mi is meg mindent a mindennapokban, és tegyünk meg mindent a jövőben is, ezért bármikor szeretettel látjuk határon túlról érkező barátainkat, különösen a testvértelepülésünkről érkező hölgyeket és urakat, és mi is mindig feltöltődve és nagyon nagy szívvel érkezünk, amikor lehetőségünk van rá. Ahogyan egy ismert zenekar dalszövege mondja, építsünk hidat tiszta szívekből határok fölé, és elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha másként nem megy, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Én azt gondolom, hogy ezen a hétvégén is ezt a hidat építjük tovább, és építeni szeretnénk, építenünk kell a jövőben is. Köszönöm, hogy szólhattam Önökhöz a mai napon. Most pedig viszont válasz illeti a kálnoki testvérgyülekezetet, és úgy tudom, hogy Szigyártó András kálnoki református egyház községnek a gondnoka fog szólni hozzánk, és Kálnokról is fog néhány szót megosztani, hogy ismerjük meg jobban, és miközben ide érkezik, nagy tiszteletű úrnak és gondnok úrnak szeretnék egy apró csekélységet átadni a Mezőtúri egyházközség nevében. Ha Mezőtúr, akkor fazekasság, akkor kerámia. Egyház az egyháznak, mi mást adhat, mint úrvacsora osztó edényt, így akkor reménység szerint akár néha napján úrvacsorát is lehet majd bort osztani ebből a kehelyből, melyen Jézus Krisztus jelképei vannak gyönyörűen megformálva. Krisztus monogram és egyebek fogadják szeretettel, és a testvér gyülekezet tagjainak is van egy kis apróság, Mezőtúri kis ajándékok. Kérem, fogadják szeretettel, és utána gondnok úr fog szólni hozzánk. Tehát a Krisztus monogramokkal ellátott, és ebből lehet úrvacsorai bort osztani, úgyhogy reméljük, hogy akár közösségi alkalmak is. És akkor gondnok úr, a szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt jelen van a Mezőtúri Református Nagy Templomban. Én 8. alkalommal vagyok itt Mezőtúron, és nagy tisztelettel örvendtem annak a felkérésnek, amit a mi lelkészünk tett, hogy szóljak egy pár szót a mi gyülekezetünkről és a kis falunkról. Tehát azt kell tudni, aki nem járt még Kálnok, Köröspatak, Árkoson, hogy a mi településünk az Erdélyben van, három széken, és benne Sepsiszéken, tehát Sepsiszékhez tartozunk.
Sepsi Szent Györgytől 12 kilométerre fekszik a mi településünk, és jövőben, hogyha az Isten is megsegít, akkor pontosan 800 évet fogunk ünnepelni, tehát 800 éves lesz a mi településünk, hogy említik a krónikák, tehát ezért 225-ben említették legelsőbbször, mint László Miklósnak a fiát Kalnokról. Ez volt az első írott dokumentum, ami megmaradt a mi számunkra, és annak nagyon örvendünk, hogy jövőben 800 éves évfordulót tudunk mi ünnepelni ott a mi településünkön. 1332-ben már, mint parókiális település volt említve Kalnok, ugye Orbán Balázsnak a leírása szerint ez világos, tehát Székelyfő leírása, az Orbán Balázsnak a leírása szerint. A településünk lassan-lassan fejlődött, 1567-ben még csupa 15 kapuszámmal volt számolva, tehát 15 kapuszámot számoltak akkor, 1567-ben. Utána pedig lenne hova tovább fejlődött a kis falunk. Az 1600-as évek végén már meghaladtuk az 500-at. Az 1800-as években volt egy óriási szaporodás, akkor már a 630-at is elértük. A legmagasabb lakósági szintet 1930-as években mérték, 1933-ban, akkor pontosan 734 lelket számoltak Kalnokon, úgyhogy akkor volt a mi településünknek a lakósági csúcsa. Sajnos azóta egyre fogytunk, 1966-ban ugye a kommunista rendszer, 1948-as változások után kezdett, ugye kulakosították, elhurcolták a népeket, tehát az embereket is, és egyre fogytunk. Tehát 1966-ban voltunk 650 körül. Sajnos, hogy ez hova tovább apadt. Az apadás pedig oda jutott, hogy az 1992-es népszámláláskor csak 521 szemét számoltak meg Kalnokon. Ebből volt sajnos három román, aki románnak vallotta magát, tehát román ajkúnak vallotta magát, és érdekes módon nem tudom, hogy mennyire tudják, ismerik a történetünket. A cigány, tehát a roma nemzetiségűek, azok is ketten vallották magukat Kalnokon roma nemzetiségűnek. Tehát ez nem tudom, hogy ott felénk azt szokták mondani, milyen falu az, amelyiket a cigán sem szeret. Tehát nem tudom, hogy mai napig is nincsenek cigány nemzetiségű Kalnokon, és mondtam, hogy egyre fogyunk, a 2024-ben sajnos nem érjük el az 500 lelket Kalnokon. Ebből az 500 lélekből vagyunk 246, hogyha jól tudom, tiszteltes úr megerősíthet, 246 most jelen pillanatban reformátusok. Vannak olyan 150 körül unitárius vallásúak, és 70-80 között vannak a katolikus vallásúak. Vallás nélkül nincsen senki, viszont sok olyan beköltözött van a faluba, aki nem tartozik a mi gyülekezetünkbe, tehát nem tudjuk őket kalnoki gyülekezeti tagoknak nevezni, sem a református egyházhoz, sem az unitárius egyházhoz. Azt még el kell mondjam Kalnokról, hogy az én dicsekedésem, tehát az én büszkeségem az, hogy Kalnok az egyik úgymond leghíresebb falu a világon. És ne tessenek nagyon mosolyogni, mert ez alátámasztom most azonnal. Tehát Kalnokon két felekezeti templom létezik. Két felekezeti templom, református és unitárius. Mind a két felekezeti templomnak különálló fából épített, fazsindéllyel födött haranglába van. Tehát mind a kettőnek ugyanolyan típusú harangláb, különálló a templomtól, és fából készített fazsindéllyel.
És más felekezeti templom nincs. Tehát említettem az elébb, hogy vannak 70-80 körül katolikusok, viszont azok a katolikusok Köröspatakra járnak át minden vasárnap, akik járnak, azok Köröspatakra járnak át imádkozni, ott hallgassák az Istennek az igéjét. Még annyit el szeretnék mondani, hogy Benda Tamás tiszteletes úr most másfél éve, hogy oda került Kalnokra. Ez egy Isten vezényelte út az ő számára is, még a mi számunkra is, mert volt egy bizonyos Tóth Anna tiszteletes asszonyunk nekünk, aki 9 évet szolgált a gyülekezetben. A Diakónia alapítványnak volt az igazgatónője párhuzamosan a kalnoki gyülekezettel, és őt most a jelenlegi püspök úr, Kató Béla püspök úr, az Erdély kerületi püspök, az Erdély református egyház kerületnek a püspöke felkérte, hogy vállalja el a Sepsiszentgyörgyi öreg otthonnak az igazgatását is, tehát a diakónia keresztény alapítványon belül, és ő elvállalta, viszont ő is feltett egy feltételt, tett fel, és azt mondta, hogy ha mi nekik fogtunk egy óriási nagy építkezésnek Kalnokon, egy új gyülekezeti termet építünk, és a tiszteletes asszony pedig azt mondta, hogy elfogadja azt ott az igazgatást, tehát a diakónia igazgatását, azzal a feltétellel, hogyha a pályázatokat, ha megírta, akkor minden pályázat legyen nyerő. És a püspök úr meg is ígírta, és nyerő is lett. Úgyhogy amire a tiszteletes úr oda került, arra az új gyülekezeti házunk már piros cserép alatt állt. És a tiszteletes úr úgy került oda, hogy ő is egy építőszellemmel rendelkező lelkész, és egy nagyon, úgy mondjam, székelyesen belevaló ember az építkezés folytassa, és a tavaly, amire a lelkész beiktatás lett, arra már a gyülekezeti teremnek az alsó szinti nagy terme használhatóvá vállott, 128 embernek terítettünk ott asztalt, és ebédeltettük meg a szeretett vendégségen a tiszteletes úrnak a beiktatásának az ünnepségén. Sokat tudnék én mondani Kalnokról, nem tudom mennyire ismeretes Kizső Zoltánnak a neve, aki újságíró régiségeket, tehát minden régiséget ismert, tehát a falvaknak a születéseiről, tehát mindenről tudna mondani anekdótát, viccet, és ő engem, mint kalnoki lakóst elnevezett a kalnoki krónikás. Tehát ő, amikor a háromszéki újságban a helyi napilapban megemlíti Kalnokot, akkor mindig úgy írja ki az én nevemet, hogy Szigyart András, a kalnoki krónikás. Hát nem tudom, hogy ezt nem én magamról mondtam, ezt ő mondta rólam, és ennek nekem büszke kell lennem, hogy ezt nem, tehát nem potyára mondta ő azt. Még annyit mondok, és nem húzom az időt, mert időre van nekem is a beszédem. Azt mondta, tehát azt mondom én, hogy naplóíró is vagyok, minden este lefekvés előtt leülök, és 2-3 mondatban leírom azt a történtet, ami akkor nap úgy velem, mint a faluba, vagy esetleg a községbe, vagy a környékünkben történik. Tehát ezt javasolom mindenkinek ittán is, hiszen ez ma azt mondjuk, hát ez nem olyan fontos, mert úgy is tudjuk, hogy mi történt. Viszont eltelik egy pár idő, tehát egy pár év, és akkor már nem tudjuk pontosan azt, hogy 1992. szeptember 13-án volt az első találkozásom a mezőtúriakkal, ez le van írva nekem a naplomba, és le van írva az előzménye is, hogy 1992. augusztus 30-án tudtam még azt, hogy érkeznek mezőtúrról. Úgy írtam az akkori naplomba le, hogy egy magyarországi kis település, tehát nem tudtam azt, hogy akkor még nem tudtam azt, hogy az egy mezőváros, akkor azt úgy emlékszem, 21 000 lakósa volt mezőtúrnak,
viszont én úgy írtam le, hogy egy kis település Magyarországról is testvértelepülési kapcsolatot akarnak szerezni a mi községünket. Tehát akkor a községünk három faluból állott, Arkos, Köröspatak és Kalnok. Ebből most ketten maradt, tehát a Köröspatak községét két falu képviseli, Köröspatak és Kalnok. 2004-ben Arkos levallott, ők külön önkormányzatot alakítottak és külön községet alkotnak. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és hogyha valakinek valami kérdése lesz, a zabéd után, hogyha aki ott lesz, az nyugodtan felteheti a kérdést, mert ha egyszer tudok, akkor biztos, hogy fogok válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a tiszteletes úrnak, hogy megengedte, hogy szóljak, és még egyszer üdvözlöm a polgármester úr, a polgármester asszonyt, aki 2002-ben ismertem még elsőbbször, ugyanúgy, mint Piroska nénit 2002-ben, és az első találkozásunk Piroska nénivel itt volt ebben a templomban, én onnan fentről fényképeztem, itt egy koncert volt előadva, és Piroska néni a néhai férjével, Jóska bácsival, Isten nyugtassa, hogy emlegetem, itt volt a templomban, és itt akkor ismerkedtünk meg. Köszönöm szépen még egyszer, hogy szólsz. Sok mindent elmondott magáról, nem ennyire. Sok mindent elmondott magáról, azzal nem dicsekedett, hogy közben szokott faragni is, és szokott hát kézműves dolgokat, nem füzete, füzeteket is, de kézműves dolgokat is készíteni, és ezzel az alkalommal egy ajándékot hoztunk a mezőtúri református egyházközség részére, azt az egyedi dolgot, amelyet a gondnok úr elmondott, a fából készült haranglábnak a makettjét. Ezt most átadjuk, fogadjátok szeretettel. Szigyar Pandras gondnok úr készítette. Gondnok úr, köszönjük szépen. Őrizzék tisztelettel is. Azzal pedig bizonyítsa azt, hogy valóban így néz. Tehát ez a lap azt fogja bizonyítani, hogy a kalnoki református gyülekezet nevében ajándékként a mezőtúri református gyülekezetnek, és egy igá van ide írva, és ide beírtam azt, hogy kikészítette a Szigyar András. Köszönjük szépen, és szerintem mindannyiunk nevében nem csak megköszönöm, hanem megegyezhetünk abba, hogy belevaló lelkipásztor mellett egy belevaló gondnok is van. Köszönjük szépen Szigyártó Andrásnak is. Még egyszer. És felkérem Mihalináné Lipták Juditot, feleségemet, lelkipásztort, hogy a hirdetéseket mondja el, ami a gyülekezet életére vonatkozik. Kedves testvérek, akkor a gyülekezetünk életére vonatkozó információk. Március 8-án elhunyt Kovács Dezső, 91 évet élt testvérünk. Az ő temetés április 12-én 11 órakor lesz a felső részi temetőben. És emlékharang szól április 8-án 11 órakor Tordai László halálának 14. évfordulója emlékére. Emlékezik az ő felesége és az ő családja. Isten adjon vigasztalást a gyászoló és az emlékező családoknak. Adományokat hirdetek Persely pénz a húsvéti előtti bűnbánati héten 10.925 forint volt. Persely pénz belvároson húsvét első napján 61.215 forint. Újvároson 29.350 forint, és Persely-pénz belvároson húsvét másodnapján 19.215 forint volt, összesen 120.705 forint, és hálásak vagyunk ezekért az adományokért, és itt hívom fel a gyülekezet figyelmét most is, hogy
adakozunk jó szívvel, ahogyan most is elkészítettük, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. És ide tartozik egy másik felhívás. A Magyar Református Nőszövetség közzétett egy olyan felhívást, hogy szeretnék támogatni a kárpátaljai háborús helyzetben lévő családokat, különösen az édesanyák fogalmazták meg azt, hogy szükség lenne baba termékekre. A csoportokba én ezt be is küldtem, és tettünk ide ki dobozt, illetve már az elmúlt héten gyűjtöttük ezeket a felajánlásokat, adományokat. Még mindig lehet ehhez csatlakozni, ugyanis ez az adomány, amit összegyűjtünk, elvisszük majd Kelemenné Margitka megy csütörtökön Berekfürdőre, a bibliaiskolára, és akkor oda sikerül eljuttatni rajta keresztül, hogy a mi nőszövetségünk is, a mi gyülekezetünk is ezen keresztül tudja támogatni. Tehát itt cumis üvegekre, nedves törlőkre, ilyesmikre van szükség, de ha valakit konkrétabban érdekel, akkor nyilvánvalóan tudunk ebben segíteni. Jó, tehát ezt még, én azt gondolom, hogy szerdáig a lelkész hivatalban még aki szeretne csatlakozni, még le lehet adni. Jó, ehhez kapcsolódik az is, hogy ezen a bibliaiskolán nem csak csütörtöktől vasárnapig lehet lenni, hanem egy nap el szoktunk menni, a pénteki napon. A nőszövetségnek mondom, hogy aki esetleg úgy érzi, hogy szeretne egy napra becsatlakozni a pénteki napon, akkor 8 órás indulással azon a délelőtten ott szoktunk lenni, biztosítunk járművet, az ebédet kell fizetni, ha valaki szeretne ezen részt venni, akkor nekem jelezze, de be fogom még írni a csoportokba is. Jó? És akkor Nagy Éva testvérünk egy versét találjuk itt, és a húsvéti keresztelőkről egy-egy fotót. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. És záró énekünket énekeljük a 771-es számú dicséretünknek, hát az idő előre haladtával már csak az első versszakát. 771-es számú dicséretünk első versszakát énekeljük. Első versszaka így kezdődik. Velem vándorol utamon Jézus. Most zárásképpen énekeljük el fennállva áldás vétele előtt közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten áld meg a magyar.
Istennek népe, szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.